Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Szentes Televízió keddi adását látják. Napi aktuál rovatunkkal kezdjük műsorunkat, ahol friss híreket láthatnak, majd sportos témákkal jelentkezünk, többek között tánccal, kosárlabdával és horgászversennyel is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk ma is, jó televíziózást kívánok mindenkinek! A Szentes Televízió napi aktuálrovatát látják a tartalomból. 25. alkalommal rendezték meg az alkotópedagógusok tárlatát a Tokács Galériában. Megtartotta a hagyományos mustra gáláját a Horváth Mihály Gimnázium, a Tóth József Színház és Vigadóban. Jöjjenek a részletek! A Vadrózsák ének együttes előadásában József Attila verséből készült dallal kezdődött a 25. alkotói pedagógusok tárlata, melynek címe Rejtelmek, hazengenek. A Tokácsi Galériában a pedagógusok szakszervezete, a Csongrád Csanád, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetei mellett az idén már Pest megye is képviseltette magát. A tárlatot Kispálné Fejes Erzsébet, nyugdíjas pedagógus, háromszoros alkotópedagógus díjazott nyitotta meg. Díjat kapott Szentesi Alkotók, Ráfi Dénes, alkotópedagógusok emlékplakettje, Kovács Éva és Négyesi Jánoszné, Juhász Éva. Pedagógusok 25. képzőnő részleti tárlatán. Csongrád Csanád megyén, Békés megyén, Jász-Nagykun-Szolnok megyén, most már Pest megyére is kibővült az alkotók jelentkezése. 25 éve rendezik meg nálunk ezt a kiállítást. Hála és köszönet mindazoknak néve, akik elindították annak idején ezt a pályázatot. Kellett ehhez egy ötletgazda, kellett az ifjúsági ház munkássága, kellettek az önkormányzatok, a pedagógus szakszervezetek, és legfőképpen kellettek azok az alkotók, akik újra és újra minden évben elhozták alkotásaikat. Hát engem nagyon megdöbbentett az a tény, hogy ez már 25 éve megy. És tulajdonképpen jó érzés is, hogy mint itt a kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy ez egy állandóságot ad. Ebben a változó világban van valami, amire bizton számíthatunk, hogy a rejtelmek meg lesz rendezve, és lehet készülni rá. 37 alkotónak vannak itt a munkái, és 69 alkotás látható. Nagy örömünkre bővült a kör, mert az eddigi Csongrád Csanád, Bács-Kiskun, Békés, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok mellé újként becsatlakozott Pest megye is. Soha nem lehet tudni azt, hogy egy-egy évben milyen pályamunkák érkeznek, technikában sem, az, hogy témában sem, úgyhogy ilyenkor nem lehet egy általánosságban elfogadott mércét alkalmazni, az, hogy fények, arányok, témák esetleg. Témák, igen, mert itt mindig adott egy valami, és ahhoz kell alkalmazkodni. Nagyon nagy kört ölel föl az alkotóknak a foglalkozása is. Pedagógus, de óvónőtől kezdve egészen a középiskoláig, van tanítóig, sőt, itt van olyan, aki iskolában dolgozik, de nem tanítóként, vagy tanárként, hanem mint a segítő személyzetként. Tehát nagyon sokrétű, nagyon sokszínű, ezáltal gyönyörűséges is, mert valami olyat ad, amit egy alkotó vagy két alkotó által nem lehet elvárni. Ilyenkor döbbenek meg, mikor már itt a maga szépségében láthatom. Ez a kiállítóterem egyébként is gyönyörűséges. Abból a szempontból, hogy a megvilágítás teljesen más, mint ahol mi zsűrizünk egy általános fényviszony között. Itt
a kirakva, egymás mellé téve, hát valami, valami hihetetlen. Csak kis teremben vannak a egyéb textil munkák, illetve patchworkök, igen, van még másféle technikával készült műalkotás is, mert ott van az óra, meg ott vannak azok a térbeli szobrok, illetve báb, akkor van egy csokorvirág, amelyik színesíti, és itt még a sarokban van egy fafaragás, két fafaragás is. Nagyon szép képek vannak, gyönyörűk a kiállítás, és hál' Istennek a mai napon is nagy érdeklődés övezte. Ugye közel 70 pályamunka érkezett, és tényleg köszönet azért, hogy ilyen gyönyörű szépen be is mutatták, mert nagyon lényeges az, hogy ugye ezek a képek, pályamunkák hogyan vannak elhelyezve, hogyan láthatjuk őket, és milyen fényhatásoknak, mit lehet meglátni abból a képből. Hát nekem itt kint vannak ugye a patchwork munkák, és ott van kerti, meg van szecessziós kert is, az gyönyörű szép, talán ágytakaró mind a kettő, nagyon-nagyon szépek, illetve van ott egy ilyen francia stílusú ágytakaró is, tehát fantasztikus. Nekem ugye azért nagyon érdekes ez a patchwork, mert ugye apró darab anyagokból rakják össze, és ez egy végtelen munkás valami, tehát nem tudom, hogy hány munkaóra lehet benne, de mindesetre gyönyörű. Aztán itt meglátva a festvényeket, rajzokat, illetve Licsi Sányi Rózsika elhívott és megmutatta azt a képet, ami neki a Kossuth tér és a Városháza egy esti fölvételen. Hát mondtam, szeretném, ha előbb-utóbb az ott az irodában lenne ez a kép, mert tényleg egy nagyon szép, nagyon jól sikerült, meg hát ennél szentesiesebb, szentesi képet talán találni se lehet, mint a Kossuth tér is annak sok-sok szeglete. Aztán mellette ugyancsak mutatott egy gyönyörű szép vízpartos képet, hát evel engem le lehet venni a lábamról, több mint 40 éve horgászok, imádom a vizet és a vízpartokat, az a kis pad, ami rajta van, és a két szép fűzfa, az azért tényleg nagyon-nagyon szép, úgyhogy, de emelhetnék még ki több munkásságot is. Azt hiszem, a mai nap lényege inkább az volt, hogy együtt örültek a pedagógusok, és azokat a díjakat, amiket átvertek a mai napon, ez mind azért egy hosszú, kitartó és nagyon eredményes munka díjazása lett. Van egy fantasztikus alkotás mögöttünk. Mit kell tudni erről a technikáról, és meg erről a képről? Hát a technikáról annyit, hogy valamennyi alkalmazott technika a birtokomban volt már, és ez a kép tulajdonképpen ennek a szintézise. Tehát mindenféle technikától, a makramétól, a horgolás, a kötés, a csomózás, a subázás, tehát mindenféle technika alkalmazásra került ennek a képnek a megalkotásakor, és éppen ezért szeretem. Ilyen alkotással itt szerepelek először. És további tervek? Hát folytatom természetesen, és további ilyen képeket fogok készíteni. Hasonlót, vagy esetleg új technikát? Hát a meglévő technikák is, és hát próbálok újakat is majd bevonni. Hanyadik kiállításod már ez? Hát volt 4 vagy 5 önálló, Szegeden is, meg Szentesen is, és itt az alkotópedagógusok tárlatán is elég sokszor pályáztam már, és kaptam is már más közdíjat. Technikailag mit kell tudni ezekről a képekről, amik itt vannak mögött?
Ezek eredetileg fekete-fehér képként készültek, digitális géppel, és utána egy ilyen szép szűrővel barnítottam, és így készültek el ebben a színárnyalatban. Nálad hogy készülnek a képek? Hát van egy-két téma, például ez a levél, ez évek óta nagyon-nagyon foglalkoztat, úgyhogy volt már az elmúlt két évben legalább 30 olyan alkalom, akkor kimondottan azért mentem ki a Tiszapartra így ősszel, hogy a víz és a part határán levő leveleket fényképezzem, és az nagyon érdekes, hogy én nagyon nem vagyok híve annak, hogy én állítsam be a képet, illetve magát a helyszínt vagy a hátteret? Igen, tehát magyarul én keresem, hogy az a levél akkor ott úgy legyen, de nem helyezem át, mert úgy érzem, hogy nincs jogom így még ennyire se belenyúlni a természetbe, hanem azt keresem, tudom, hogy körülbelül mi az, amit várok, amit szeretnék, de nem teszem át a levelet. Megvárom, amikor ez tényleg akkor és ott van, ahogy én szeretném. Kiket hívsz ide a kiállítás? Mindenkit. Ez szokott a legnépszerűbb kiállítása lenni egyébként a kiállítóteremnek, legalábbis eddig. Lehet, hogy most az Omega le fog bennünket előzni, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a pedagógusok elhozzák a gyerekeket, szülők eljönnek megnézni a pedagógusok munkáját, úgyhogy én nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Az idei tanévben már másodjára dobbant a láb, szállt a szó a Tóth József Színház is Vigadóban, a Horváth Mihály Gimnázium Mustra gáláján. Az őszi rendezvényt most a tavaszi bemutatkozó darabok sora követte, mely egyben az intézmény szalagtűző ünnepsége is volt. A hagyományokhoz híven kiosztották a Csörgősikva díjat és első ízben a Csapó díjat is. A közönség a Békési Eszter tanárnő vezetésével betanított, országosan elismert produkciókat láthatta. Ha nem találod céljaid, ne gyötörd magad. Idővel majd alakul, mi e percben. Csak gondolat. Kérdezhetnéd, miért élünk? De senki sincs kiválasztott. Minden napunk küzdelem, mert mind halálig megmarad. Ha csalódott vagy, s úgy érzed, hogy minden hullám összecsap, gondolj bele, mennyi ember vállalná sorsodat. Mindig csak a jóra figyelj, s hibáidat elfeled, ha önmagadat elfogadod, könnyebb lesz az életed. Ha nem látod a fényt, a napot, nyisd ki jobban a szemed. Gondjaid közt tartogat még csodákat az életed. Mindig csak a mának élj, s az örök szabályt ne feledd. A holnap mindig tiszta, hiszen nem szennyezi semmit tett. Hogyan állt össze az idei műsor? Hát nagy izgalommal, az egész biztos, és hát egy olyan év után vagyunk, amikor a karantén okozta bezárkózás, leállást restauráltuk. Nagyon, nagyon nehéz, nagyon intenzív évünk volt, és ugye egy ilyen tagozaton, amelyik a személyes kapcsolatokra épül, a munka arról szól, hogy interakcióban legyünk, hogy muszáj találkoznunk, hogy kontaktban kell, hogy legyünk. Hát szedtük össze a morzsákból, de összeállt, és én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a mostani produkciókra. Mit láthat majd a közönség? Mire kell odafigyelni, amikor egy ilyen gálát összeállít az ember? Hát, hogyha így kérdező, mire kell odafigyelni, akkor azt szeretném mondani, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szellemiségre. Arra, amelyik most
Báskai Mihályné Erzsi néni személyén keresztül is közvetlenül itt van, hogy oda mehettem és megfoghattam a kezét, és kérhettem arra, hogy mondjon most is beszédet, és hogy szabadkozott, hogy őt már olyan sokat hallgatták, de hát sose elég, mert az a szellemi frissesség, amelyik árad Erzsi néniből, az azt gondolom, hogy úgy útravaló tud szolgálni, nem csak a diákoknak, hanem nekünk, tanároknak, illetve a kedves szülőknek is. Mindenre figyeljünk. A gyerekeinkben, a tanítványainkban gyönyörködni szeretnénk. Nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztak. Van egy végzős osztály, amelyik a végzős darabjával, azt gondolom, hogy mozgásszínházi produkcióval áll elő, hogy vannak médiásaink, vannak induló filmeseink. Ez a tagozat, az irodalmi drámai média tagozat megújult az elmúlt pár évben, és ennek a gyümölcsét most élvezhetjük. Mit profitálhatnak a diákok ebből a Mustragálából? A Mustragála arról szól, hogy az egész év során, akik a legkiválóbban teljesítettek, őket összegyűjtjük, és őket a nyilvánosság elé, a szülőknek, a televízió számára megismerhetőnek mutatjuk be. Úgyhogy ennek presztízse van tagozaton belül, hogy ki az, aki kiállhat a gálán, ki az, akinek a filmjét vetíthetjük, ez számít. Ugye van egy díj, amelyet minden évben odaítélnek, mit kell erről tudniuk a nézőknek? Nem csak egy díj van, hanem a drámai tagozatnak van egy Sipka díja, illetve aldíjai, a Csörgőcske díjak, vagyis a Sipkának a csörgőcskéi. Azoknak adjuk, akik, illetve a Sipka díjat annak adjuk, aki a kiválók között is a legkiválóbb. A csörgőcskét pedig azoknak adjuk, abból többet osztunk ki, akik ott vannak nagyon-nagyon a Sipka díj közelében, de mégiscsak a legkiválóbbé lesz a Sipka. És ezen kívül még hadd említsem meg, hogy a médiásoknak is van egy díja, tavaly alapítottuk a Csapó díjat, idén is át fogjuk adni a Csapó díjat, és idén először a Csapó díjnak van egy kis testvére, a kis Csapó díj, ezt először fogjuk átadni két tanulónak. Ezeket a díjakat milyen zsűri ítéli oda? A zsűri azt jelenti, hogy az itt tanító tanárok kuratóriuma, hogyha így tetszik. És van azért egyeztetve a diákokkal is, tehát meghallgatjuk, hogy a diákok hogy gondolják, titokban tartjuk az utolsó pillanatig, hogy aztán mi a döntés, de azért sejtik. Fehér sáv volt a homlokomon, mint a lámpás a pejnókén, és mint az égen a hold. Mozgott a fülem, amikor rászállt a légy. Mozgott az orrom, amikor szarláztam a légy után. Emlékszel? Te még síró baba voltál. Én ott bókláztam a bölcsöd körül. Elkergettem a kotlósot, a felét közelített. Később a hátamon is lovagoltál. Egyszerre is estél. Engem raktak meg a rémületben. A kezedből ettem. Kicsi kezed volt, halvány piros, és néha sáros, néha homokos. Egészben nyeltem le a falatot, nagy-nagy falát kutya voltam. Ismersz-el? Egyszer világos este volt, teli volt. Vonítottam az égre, a holdra. Árnyékom hosszan úszott utánam, mint mikor lópusztult a háznál, és én elcipeltem a belet. Hallottam a hangulat akkor. Elővágtattam a kazalak közül, táncoltam mellett, rugattam. Emlékszem. A Horváth Mihály Gimnázium idei Mustragálája a szalagtűző ünnepséggel kapcsolódott össze. Mennyire szokványos ez? A korábbi évben szokványos volt, csak ugye a járványügyi helyzet sok mindent átrendezett, viszont így legalább, mivel a tavaszi Mustragála elmaradt, ősze már az új megnyílt színházba tudtuk tartani, ami nagyon nagy öröm volt mindannyiunknak, hiszen, mint ahogyan elmondtam, ebbe az épületbe otthonra lehet a drámatagozat. A diákok belakták, illetve a színjátszó csoportok belakták a színházat egy év alatt, úgyhogy már másodjára tartunk gálát ebben a tanévben. A szalagtűző ünnepsége a Kelet István Művészeti Iskolának mindig a Mustragálán szokott lenni, illetve az egyéb díjátadók. Ezért is szoktam mondani, hogy nekünk most tavasszal van szüretünk, hiszen az egész éven át végzett, jól megérdemelt munkának a gyümölcsét most tudják a kedves szülők és ismerős a barátok megnézni. Nagyon kemény munka folyik egész évben, és ennek a
örömünnepe ez a mai nap, amikor a sok-sok gyönyörű produkciót megnézhetik a kedves szülők. Milyen múltra tekint vissza a Mustra Gála? A Mustra Gála alapvetően a kiváló mustrázók darabjainak a bemutatója, valamint a végzős osztály is mindig bemutat egy-egy darabot, illetve táncok vannak ezen kívül. A Mustra vizsga az irodalmi drámai média tagozat egy évenkénti megmérettetése a tagozat diákjainak a külön vizsgája, ahol be kell mutatni a különböző művészeti ágakban az elért eredményeket. Ez a tagozat fennállása óta van. Tehát a tagozat idén 44 éves, és a Mustra vizsga is onnantól datálódik, így ez a 44. Mustra vizsgánk. Mennyire volt nehéz a díjakat kiosztani? Hát a díjak odaítélése nagyon nehéz feladat, mivel nagyon sok jó diák volt ebbe az évfolyamban, illetve minden évfolyamban szokott lenni, de most különösen nagyon sok volt. Így egyetlen egy csörgősipka díj mellett kiosztottunk 8 csörgőske díjat, tehát úgy gondolom, hogy a kisdíjak is olyan produkciót rejtettek, olyan művészi munkát, ami magáért beszél. Külön érdekesség volt, hogy a szülők is kaptak díjat. Minek köszönhető ez? Szintén hagyomány nálunk, hogy azok a szülők, akik már többedik gyermeküket hozzák hozzánk, a belénk fektetett bizalom köszönetéül szintén kapnak egy kis csörgőske díjat. Így most már volt olyan szülő, aki nem csak a második, harmadik, meg volt, aki a negyedik gyermekét is hozzánk hozta. Így most átadtunk 5 családnak is egy-egy díjat. Ugye a tagozat már az irodalmi, drámai, média tagozat néven fut, tehát ezt viseli, ezt foglalja magában. Ugye az elmúlt időszakban akkor ez azt jelenti, hogy igen, kibővült a repertoár, és hát nagyon sok szép sikert értek el a diákok ezen a téren. Népes osztályballag most. Igen, 35-en vannak, tehát a törvényes maximum létszám fölött. A médiások is egyébként nagyon jeleskedtek, hiszen aki most közvetítette, talán esetleg a kedves nézők közül valaki a Facebookon követte az eseményt, mivel mindenki nem is fér be. Professzionális operatőrünk van, aki már operatőr egyetemi hallgató azóta, a Tóth Zoltán, aki már sokféle díjat nyert itt Szentesen is. Biztosan a kedves nézők is ismerik esetleg már a nevét. A szentesi Hősök Erdélyéről készített videófilmével is egy nagyon toronymagasan első díjat kapott, de a médiatagozatosok csoportmunkája egyébként például a szalagavató közvetítésében is ott van, úgyhogy a média nagyon kinőtte magát a drámatagozat mellett, ezért van ez a közös elnevezés. A koldusnak egy rongykapót vetettél, és azt gondoltad, hogy most jó szívű vagy. Koldus előtt röstelked válok, és nem tudom, hogy mit mondjak neki. Szeretném a homlokát megsimogatni, a derekát szeliden átölelni, a szívemet a kalapjába tenni. És engedelmet kérni tőle szépen, hogy én még látó szemmel baktatok az örömök útján a sír felé, hogy én még nem görnyedtem meg a sorstól. És úgy szeretném biztosítani, hogy én is oly koldus vagyok, testvére és bajtársa, szenvedő! Mert boldogabb és szabadabb jövőt neki már nem merek ígérni én sem. Négy év hosszú munkája volt ez. Én 9. fél évben nagyon el szerettem volna menni a tagozatra, nem is nagyon ide készültem, de ugye énekesi pályán szerettem volna folytatni tovább, tehát minél közelebb szerettem volna maradni a zenéhez és az énekléshez. Számomra nagyon idegen volt a drámatagozatnak a szellemisége, és hozzá kellett szoknom, és köszönhetem az osztályfőnökömnek is, hogy itt tartott, és folyamatosan mondta, hogy ne menjek el, még tapasztaljam, lássam, hogy hogyan folynak itt a dolgok, és úgy érzem, hogy ő miatta, illetve az osztályom miatt is nagyon erős kapocs fűz össze a drámatagozattal. Azt mondták, hogy te vagy az osztály nyakkendője, mit lehet ez alatt érteni? Az osztály nyakkendője? Nagyon sokszor kaptam hasonló szimbólumokat, sokszor neveztek az osztály patrónusának. Számomra nagyon fontos az osztály, tehát amilyen volt 9. fél év elején, hogy én innen el szerettem volna menni, annyira erősen éreztem, hogy nekem ez a második családom. Tehát, sőt, nekem iszonyatosan fontos a drámatagozaton belül ez az osztály, és minden egyes embert nagyon tehetségesnek, és igazából családtagnak tekintek. Elszakíthatatlan kapcsolatunk van.
Igen, az látszik a külső szemlélő számára, hogy a ti világotok egy teljesen más világ, más kapcsok kötnek össze benneteket, mint egy átlagos osztály. Milyen sikereket értél el ebben a 4 évben, miért is kaptad még pluszban a díjat? Ugye amiért idejöttem, az az énekesi pálya, kerestem az utat, hogy mégis hogyan tudnék fejlődni, tapasztalatot gyűjteni éneklés terén, és úgy érzem, hogy főleg az utolsó évben rengeteg lehetőséget kaptam, főleg úgy, hogy megnyílt a Tóth József Színház és Vigadó is, tehát többször voltam nagy színpadon is, és Majtinyi Andrásnak is köszönhetően, tanáromnak is köszönhetően nagyon sokat tapasztaltam, és rengeteg darabban szerepeltem, és volt, hogy főszerepben, volt pedig, hogy mint táncok betanításában segédkeztem, de a koreográfus nem én voltam, de nagyon sokat hozzátettem a darabokhoz, és 2021-ben az Országos Diák Színjátszó Fesztiválon elnyertem az alakításomért a színészi külön díjat is. Nagyon-nagyon sok minden van, amit most úgy elmondanék, de szorít az idő. Színész vagy énekes szeretnél lenni a továbbiakban? Mit tervezel? Színészi pályán folytatom tovább, de zenés-színész szak felé szeretnék orientálódni, és mindenképpen szeretnék az énekléssel és a zenével sokkal jobban foglalkozni. És hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Kedves nézőink, ezzel napi aktuálrovatunk végére értünk. Most reklámok következnek, mai sportmagazinunk jelentkezik, maradjanak velünk továbbra is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Igazi játékbolt, mindenki örömére. Kültéri játékok, bébi játékok, tanulássegítő, társas és építő játékok, szépséges babák, fejlesztő játékok, szerep és sporti játékok minden korosztály részére. Nézz körül, hiszen felnőttek számára is tartogatunk meglepetést. Mindenkit szeretettel várunk, Szentesen a Petőfi utca 3 szám alatt a Palincs játékboltunkban. Várjuk együtt a jó időt! Villanyozza fel otthonát megújult bel- és kültéri lámpáinkkal, illetve díszítse kertjét sokszínű szolárlámpa kínálatunkkal. A közelgő jó időben barkácsolni is lehet, ehhez szinte mindent megtalálnálunk. Szerszámgépek, kéziszerszámok és barkács kiegészítők várják lelkes gazdájukat. De ne csak erről jussunk az eszükbe, hanem válogasson a hétköznapokban használatos termékeink széles választékából. Várjuk sok szeretettel, nálunk mindent megtalál egy helyen. Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Váci Vil csapata. Kertészek, figyelem! Nagy kárt okoz a tripsz paprikában? Nem bír a sok lisztecskével paradicsomban? Tönkreteszi az állományát a levéltető és a takácsatka? Már a vegyszerek sem oldják meg a problémát? Akkor önnek csak a Holland Koppercég hasznos szervezetei segíthetnek. Zöldségben és gyümölcsben kötődésfokozásra ajánljuk a Natupol poszmékaptárainkat. Több mint 10 év tapasztalatával várjuk érdeklődésüket a Szentes Bio Kft-nél. Keressen minket! A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu.
A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Bárhol is vállalkozz az országban, online jelenléttel csak nyerhetsz. Legyél még sikeresebb egy profi weboldallal vagy webshoppal. Válassz hozzá prémium vezetékes internetet, és ha szükséged van tippekre, digitális tanácsadóink díjmentesen segítenek. Together we can. Vodafone Business. Nézőink, április 14-én itt a Panoráma Sportpubban fogunk találkozni 17 órakor Cseusz László tanárúrral, a sportcsarnok egykori és első igazgatójával, és sok sporttörténeti, sportcsarnok történeti emlékről, eseményről fogunk beszélgetni, de nagyon sokakat izgat az a kérdés is, hogy mit mondtál Zámbó Jimmynek, amikor rá akart gyújtani a sportcsarnokba, vagy amikor éppen jött Galambos Lagzi Lajcsi, és vitte volna be a 2 dekás üvegeket. Hát én szeretném elmondani, nem most, majd egy hét múlva, 14-én csütörtökön, 17 órakor itt a Panorámában. Nagyon szépen köszönöm, tehát jövő héten csütörtökön, 17 órakor a Panorámában várunk mindenkit sok szeretettel, élő beszélgetés és egy kellemes másfél óra Cseusz Lászlóval. Köszönöm szépen! Április 13-án 17 órakor a Sportcsiraksarok vendége Hajdú B. István, Prima Primissima díjas televíziós sportriporter, beszélgető partnere Borsi László. Regisztrálni online a honlapunkon lehet, illetve személyesen a jegyirodánkban. Ez már a Szentes Televízió sportmagazinja, nézzük, mit tartalmaz eheti magazinunk. Egy karib eredetű, a szalszánál lágyabb hangzású, melankólikus hangulatú latin zenei stílus, ez a bachata. Hosszú évek hagyományait követve tartották meg a Gerec tavon az alapító Gerec Elemér emlékére megrendezett horgászversenyt. A Szentesi Kosárlabda Klub utánpótlás csapatai a Szentesi Klauzál Gábor általános iskolában edzenek és tartják meg a bajnoki fordulókat. Stúdiónkban Bújdosó Tamás és Matajsz Márk értékére egy női vízilabda csapat bajnoki idényét. Lássuk a részleteket! Egy karib eredetű, a szalszánál lágyabb hangzású, melankólikus hangulatú latin zenei stílus, ez a bachata. Népszerűségét az egyszerű, könnyen megjegyezhető lépéseinek köszönheti, habár a lépéseket kísérő csípő és testmunka elsajátítása hosszú gyakorlást igényel. 6 alkalommal az alaplépések elsajátíthatók, ezért is hirdetett újabb mozgásprogramot a bachata megtanulására a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda. És akkor nézzük, milyen tánc is a bachata, honnan ered, mit kell róla tudnunk. A bachata a Dominikai Köztársaságból ered, a karibi térségből, ez ott egy néptánc, ugye elég régi, csak ugye ott, amióta onnan eljött, ugye világkori útját, azóta ugye folyamatosan fejlődés alatt van, ugye táncosok a világból mindig tesznek hozzá, vagy vesznek el, és ezáltal ugye a zenei világa is, meg maga a mozdulatok is változnak. 2011-ben, amikor már jártam a Dolce Dance tánciskolához latin táncokat tanulni, akkor láttam meg egy plakáton a bachata feliratot. Persze ugye nem tudtam, hogy mit jelent, meg milyen tánc, és akkor ugye a tanáraimtól kérdeztem, és ugye csak úgy mentem el, hogy megnézem, hogy milyen, azt végülis az szerelem lett, már még a mai napig tart. Akkor tanultam, most meg tanítom. Az alaplépés az elég könnyen elsajátítható, ugye egyenes vonalon lépünk, ugye 3 lépés, 1 pontozás az alaplépése. Ugye a bachatának is van több stúdusa, a dominikai bachata, ugye az eredeti, aztán ugye van a szenzuál bachata, ugye ami úgymond a legfölkapottabb, és a mozdulatait ugye könnyen el lehet sajátítani. A zenei stílusa az ugye elég változatos, van ugye a szenzuálnak nagyon lassú, ugye ott ugye egymáshoz közelebb táncolunk, ugye a dominikai bachatánál, meg ugye ott a lábakról szól a hangsúly, azt egy kicsit
több gyakorlás elsajátítani, de ugyanúgy azt is el lehet, de a legkönnyebb a tanultak közül, vagy amiket tanítunk táncok közül, a bachatát leghamarabb elsajátítani, az, hogy úgy, hogy élvezhető is legyen. Mit fejez ki igazából ez a tánc, vagy mit fejeznek ki ezzel a tánccal? Hát ez jó kérdés, ugye érzelmeket. Ugye a bachatáról úgy tartják, hogy a bachata a szeretet és az ellenszem érzése, hogyha nem szívből táncolják, vagy éneklik, akkor az nem bachata. Az összes bachata zene ugye erről szól, hogy szerelemről, szakítás, veled, nélküled, ugye erről szólnak. Ugye nyilván ugye a földolgozás zenékben ugye van, ami másról is, de ugye az eredeti spanyol ajkú bachata zenék ugye az erről szólnak. Ugye inkább úgy mondom a szeretetet és a szerelmet, vagy a csalódást fejezi ki a maga a zene is, és ezáltal a tánc is. Párban táncolják ezt a táncot, ugye, mert most gondoljunk arra, hogy az egészségfejlesztős iroda szervezésében nem biztos, hogy párok jönnek el ide. Az nem baj, hogyha lehet jönni szólóba, csak fiú, csak lány, mert ugye folyamatos párcserék vannak. Ugye a bachatát azt többségében ugye ruedába, azaz körbe, táncoljuk órán, ha elsajátítunk egy figurát, de ugye van belőle is, ugye szólóba is lehet táncolni, ugye a főleg dominikai bachatát, szóval itt magán az órán, ugye mink szenzuál bachatát tanulunk, ugye párban, de hogyha nincs valakinek nincs párja, akkor itt órán belül mindig van párcsere, szóval úgyhogy mindenki tud fiúval vagy lányjal táncolni. Azért a latin táncokhoz sok alapkészség szükséges, a bachatához például melyek ezek? Nem feltétlenül szükséges hozzá más táncnak az alaplépése, mert ugye attól különbözik, ugye ide lehet jönni úgy is, hogy teljesen nulláról, hogyha nincs semmilyen tánc ismeretünk, akkor is el lehet sajátítani. Ugye itt a mozgás kultúrájára azt kell ugye kifejleszteni, és az alaplépése meg egyszerű. De ugye a bachatának az zenéje az elég jellegzetes, és ugye elég jól kihallatszik a ritmusa. Még a földolgozásoknak is. Ugye nyilván ebből ugye vannak a gyorsabbak, vagy lassabbak. Ugye a dominikai bachata gyorsabb, ugye azt nehezebb követni, de a ritmusa ugyanúgy hallatszik azoknak is. Hová lehet eljutni 6 alkalom után? Már a harmadik alkalomnál ugye figurálisan tanulunk, ugye most az első 2 óránál ugye külön fogunk, vagy egy sorba fogunk táncolni, ugye elsajátítjuk az alaplépéseket, ugye abból van több fajta, és ugye ma, ha jut rá idő, akkor már ugye egymással szemben, de még nem párba fogunk táncolni, de a 6. alkalomra már tudunk párban, lesznek figurák is, amiket ugye el tudunk sajátítani, és hogyha jól mén, akkor már a szabad vezetés is lehet. Mit ad a tánc számodra, és mit adhat azoknak, akik vállalkoznak most erre a programra? Hát nekem boldogságot, egy szóval boldogságot, örömet, kitartást, fejleszti az önbizalmat, ugye csak nyilván ugye tisztelni kell a táncot, ugye mindig tisztelettel bánni vele, ugye, de ugye a titka az egésznek, ugye a gyakorlás, kitartás, és ugye a tánc iránti alázat. De ugye én nekem maga ugye szeretetet és boldogságot ad, én imádom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Az idei évtől kezdve több latin táncórát is hirdetünk meg így az egészségfejlesztési irodában. Februártól már részt vehetett a lakosság egy szalsz, illetve egy bachata órán, ugye ez 6-6 alkalomról van szó, és akkor áprilistól úgy döntöttünk, hogy egy újabb 6 alkalmat hirdetünk meg. Mit ad ez a fajta tánc azoknak, akik részt vesznek ezeken a foglalkozásokon? Elsődlegesen jó hangulat, másodlagosan ugye sport és a mozgásformát ugye előtérbe hozva, ugye milyen pozitív hatásai vannak a mozgásformának, hát ugye zsírégetés, akár ugye ez egy aerob mozgásforma, és ugye a jó hangulat és a felszabadulás, tehát a mentális egészségünkre is jó hatással van. Azok is jelentkezhetnek, akiknek semmiféle alaptánc tudásuk nincsen? Igen, semmilyen előzetes tánc tudás nem szükséges. Minden órán ugye új lépéseket veszünk, szépen lassan építi fel ugye a tánctanár, tehát nem szükséges semmilyen előképzettség. Heti egyszer vannak ezek az órák 17 órától, itt a Silver táncteremben, és ezek 1 órás elfoglaltságot jelentenek. Szerintem az elmúlt időszakban nagyon sokan kaptak már a fejükhöz, a különböző mozgásformákat hirdette meg, ugye az egészségfejlesztési iroda, hogyan megy ennek a programnak az indítása, a jelentkezés, az összeszedése a programnak. Többféle felületen szoktuk meghirdetni a mozgásformáinkat, egyrészt ugye a Facebook oldalunkon, másrészt a honlapunkon, illetve akár ugye a Szentes TV-ben és egyéb újságfelületeken is lehet látni, és akkor jelentkezni a telefonszámon,
számunkon, e-mailünkön, illetve ugye a üzenetben a Facebook oldalunkon. Nagyon sokféle mozgásforma volt már az elmúlt időszakban, most már jön a jó idő, de azért még sokan szeretnek edzőterembe járni, és mondjuk egy-egy ilyen táncórára. Így van, ugye a funkcionális edzés, akár az aerobik, ugye most a tánc, lesz még intim tornánk is májusban, tehát nagyon sokféle mozgás lehetőség van, és azt is vesszük észre, hogy így most jön a jó idő, egyre nagyobb a kedve, egyre többen szeretnének mozogni. Mi a teendő ahhoz, hogy valaki egy-egy ilyen programba bekerüljön? Ugye az elérhetőségeinken tud jelentkezni, akár kérdéseket is feltehet a mozgásprogramok indulásáról, én fogom felvenni a telefont és tudok segíteni ezzel kapcsolatban. Hosszú évek hagyományait követve tartották meg a Gerec tavon az alapító Gerec Elemér emlékére megrendezett horgászversenyt. A hajnali eső egy kicsit megrémisztette a nevezőket, így a 26 nevezőből végül 20 horgász mérte össze tudását és szerencséjét. A versenyen a horgászhelyeket sorsolással döntötték el, ami sok esetben meg is határozta, hogy ki mennyi halat tud fogni a verseny során. Amatőr kategóriában 24.500 grammal Pintér István, versenyző kategóriában 23.125 grammal Molnár János végzett az első helyen. Szelemér egyesületünk alapítói közé tartozott, évekig önzetlenül végezte itt a feladatot, összetartott az egyesületet. 19-ben volt utoljára ilyen verseny, sajnos a pandémia miatt elmaradt, most végre újra meg tudtuk rendezni. Pontyfogó verseny telepítésnél ilyen 2-3 kilós halak kerültek bele. Kedden 30 mázsa pontyot telepítettünk, gyönyörű pikkelyes és tükrös pontyot. Ezek mekkorák volt? 2-3 kiló körül van az átlag. Hát ezeket már érdemes kifogni. Igen, ezt már most érdemes, aki nagyon halászlevet akar enni, csak az vigye el, akinek tényleg szüksége van rá, mert akkor nem tudunk utána mit fogni. Most a verseny után nem lehet elvinni, úgy van kiírva a verseny, nincs nevezési díj, nincs semmi, a versenyről nem lehet halat elvinni, úgyhogy majd 2 óra után itt maradhat, aki akar 2 halat elvinni, és 2 elvihet. 26 jelentkező van, egy néhányan megsumákolták, nem jöttek el sajnos, csak bejelentkezett, de így is lelkes kis csapat, 25-en azért csak leültek. Ők egyesületi tagok, vagy idegenek is vannak, vendégek? Csak egyesületi tag, ezt a Gerec Elemér versenyt csak az egyesület tagjainak rendezzük. Hogyan alakul a szervezeti élet a egyesületnél? Van már új elnök? Új elnök még nincsen, de van egy rendes alelnökünk, aki rendesen beletanult a helyzetbe, és így egyelőre viszi. Úgyhogy májusban lenne új közgyűlés, vagy folytatása az előző közgyűlésnek, amikor beszámolót el kell fogadtatni, akkor lehetne elnököt választani, de egyelőre nincs jelölt. Mióta vagy tagja a Horgász Egyesületnek? Kb. Olyan 3 éve. 3 éve vagyok tagja a Szentesi Gerec Elemér Horgász Egyesületnek, és pozitív élményeim vannak az egész Horgász Egyesülettel. Melyiket szereted jobban, horgászni, főzni vagy enni? Hát én csak horgászni szeretek, a halat nem szeretem. Az a legjobb, mikor vissza lehet engedni a szép halat. Itt, ahogy körbejártam most a területet, mindenki ide mutogatott, hogy fogtad, te fogod itt a nagy halakat. Tudás, hatalom, azt mondják. Hát még egy kis szerencse is. Hát körülbelül ugye 2 darab, 3 kiló körül itt. Így van, így van. Hát ezekkel lehet, hogy meg is nyered a versenyt. Reménykedek, hogy lesz még mellettük elég szép darabok, több is.
A Szentesi Kosárlabda Klub utánpótlás csapatai a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában edzenek és tartják meg a bajnoki fordulókat. A tanév megkezdése óta eltelt időben az általános iskola korosztályokban megfelelő a létszámuk, sőt van olyan korosztály, ahol két csapatot is tudnak indítani. Ezekben a korosztályokban a fiúk és lányok egy csapatban és egymás ellen is játszhatnak. A hétvégi fordulóban a Szentesi Kosárlabda Klub vendége a szegedi Szedeák lány csapata volt, akik ellen meggyőző játékkal nyertek. If you take care and walk the future, grab a seat and listen, let me school you like a teacher. Mondo met with good words, so proud and clear, I'm like a preacher. People say I'm strange, cause the pain make me want more. We'll leave a twisted mind, man, I want more. This is like a fight, but damn, I'm on it like a war. Cause on your way to success, what your fans gonna scare you in the middle of the sea. I'm trying to make it to the shore. More is vital in my demon, even though they bring you more. Motivation, I'll be driven, better give me what's in store. Eagle light on this paper, I'ma grab it with my clothes on. I'm here for what's mine. On the Caesar state of mind, we on the front line, moving with a star sign. Never giving up, homie, I put my whole life on the line. I'ma keep on pushing till I see my whole life redefined. Flip up a new page, moving on some new wave. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ugye a csarnok elvesztése után nekünk továbbra is hát igazából rendelkezésünkre állt a klauzáliskola, úgyhogy mi itt helyben meg tudjuk oldani az edzéseket, a mérkőzéseket is, akár csak a mai nap is két tornát rendezünk, délelőtt is van egy U12-es tornánk délután is, úgyhogy az iskola vezetéssel karöltve igazából minden problémát meg tudunk oldani, vagy legalábbis gördülékenyebben zajlanak az események. A klub életében tulajdonképpen hát nagy változás így nem történt, az edzéseket megoldjuk, minden korosztályunk indult bajnokságban. Ebben a korosztályban, amit mögöttem is látható, két csapatunk is van, és ami a legszebb az egészben, hogy korosztályon belül gyerekek vannak, szóval szinte két korosztályt ki tudunk állítani 2010-es gyerekekből. Hány csapattal foglalkoztok összesen? Összesen igazából minden utánpótlás korosztályban van csapatunk, úgyhogy U11-12-ben 2, 14-ben van úgy, hogy megyei csapatunk országos, és 16-18. Úgyhogy. És hogy álltok a bajnokságokban? Szépen helytállunk, fogalmazzunk, úgy vannak kisebb-nagyobb sikereink is, úgyhogy úgy látom, hogy jó úton haladunk, és jövőre akár már tényleg érdembe is hely tudunk állni. From me, I'm a nigga less a look if I were not a man. Gucci up, get you down for a lunatic. I'm the most sane dude and good is rude and good. Drop top, got my mind made up. I fought you all the time. Try, you got good time to pay me up. Mesélj egy kicsit az egyesületekről, illetve a csapatodról. Teljesen tisztán lányok vagyunk, csak lányok edzünk, nincs is közöttünk egyáltalán edzésen se fiú, úgyhogy így lányok között vagyunk. Hát igazából a Szedáknak az első lánycsapata vagyunk, tehát ugye a Szedáknál fiú csapatok vannak, mi most az első lányok vagyunk, úgyhogy igazából előttünk az út. Mennyire nehéz ezekkel a gyerekekkel egyáltalán azt elsajátítani, hogy most ki az embered, meg hogyan menjél előre-hátra? Elég hangos volt a terem azért a hangottól. Hát igen, nehéz. Vannak jobb meccsek, vannak kevésbé jó meccsek. Nyilván amikor a lányok is érzik, hogy az ő napjuk van, esetleg ugye mi állunk nyerésre, akkor sokkal jobban tudnak koncentrálni, viszont amikor vesztésre állunk, akkor viszont összezavarodnak elég rendesen, és akkor olyankor nem is érzik úgy. De egyébként hozzáteszem, hogy a legtöbbük U11-es korosztály, tehát feljátszunk U12-be. Hát igazából 3 darab U12-es korosztályú lányunk van, tehát ez nekik még sok azért. Gratulálok a mai mérkőzésem, hogy ez az egész fiatal korosztály magabiztos győzelmet aratott. Mondhatni, minden csapat mellett ott szoktam lenni dolgozni.
értelemszerűen mindenhol nem tudok ott lenni, de igyekszem minden korosztálynak a munkáját segíteni, mint edző. Hogyan történik a toborzás? A gyerekek maguktól jönnek, vagy mentek utánuk? Amikor elkezdődik az iskola év elején, akkor általában bemegyünk a különböző iskolákba, és tartunk nekik ilyen bemutató edzéseket, és az egy jó kezdés annak érdekében, hogy a gyerek megkedvelje a sportot, és akkor lejön kosarazni, és akkor nyilván, ha már páran jönnek, akkor már mondják majd az osztálytársaknak, hogy mennyire élvezik, és akkor így szépen sorban jönnek tovább a gyerekek. Korosztályonként vannak tehetségek, gondolom. Ki az, akire büszke vagy? A mai teljesítmény alapján a Mácsai Lacit szeretném kiemelni, mert rendkívül jól játszott, meghatározó tagja volt a csapatnak. Láttam, a fél időben volt egy büntető dobás sorozat, ezeket gyakorolni kell, gondolom. Hát igen, minden edzésen foglalkozunk vele. Ugye most is 12-ből 4 büntetőt dobtunk be, ami nem mondható valami soknak, szóval igen, foglalkozni kell vele nagyon sokat. Mik a terveitek, hogy álltok a bajnokságban? Mondhatni, sok győzelmünk van, pontosan fejből meg nem mondom. Igazából most az elsődleges cél az, hogy fejlődjenek a gyerekek, minél többet játszunk, nincsen eredménykényszer. Megyünk előre, van még májusban ezen kívül egy utolsó U12-es forduló, és akkor utána októberig a meccsek szüneteltetve lesznek, és edzünk, készülünk a következő szezonra majd. Hogy kezdődött nálad ez a kosár iránti szerelem? Amikor Covid volt és karanténba kerültünk, én akkor a bátyámmal kezdtem el. Ott minden nap kimentünk, egy keveset dobáltunk, és akkor ott. Szüleid mit szóltak ahhoz, hogy kosarazol? Ők örültek neki, hogy mozgok, hogy nem csak otthon vagyok. A szüleid is sportoltak, nem? Anyukám kézilabdázott, apukám, ő meg tesítanár. Mennyire nehéz ez a sportág? Látom, hogy rengeteget kell futni. Igen, jó sokat kell futni, meg hogyha jó sokat gyakorolsz, minden nap edzesz, akkor sokat gyorsan fejlődsz. Melyik a nehezebb, az ígyszereket bedobni, vagy a büntető? Hát inkább a büntető. Neked hogyan megy? 10-ből hányan? 10-ből olyan 6 körül. És vannak egy céljaid a kosárlabdával? Kosaras szeretnék lenni. Mit kell hozzátenni? Minél többet edzek minden nap, meg hogy lőjek. Kedves nézőink, véget ért a női OB1-es vízilabda szezon, és a Valdor Szentes csapata idén a 6. helyen végzett ebben a bajnokságban. Most erről a szezonról fogunk beszélgetni, értékelni a stúdiónkban a vendégeimmel, akiket sok szeretettel köszöntök, Matajsz Márkot, a Valdor Szentes női vízilabda csapat vezetőedzőjét, illetve Bújdosó Tamást, a Szentesi Vízilabda Klub elnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Először is az elnök úrhoz fordulnék, hiszen tavalyi szezonban 5. helyen végzett a csapat, most pedig az új szezonban. Ugye mindig van valamilyen elvárás azért a csapatok felé. Idén milyen elvárások voltak? Tartani lehetett ezt az 5.-6. pozíciót? Mik voltak az elvárások? Bajnokság előtt ugye azt a célt tűztük ki, hogy ezt a tavaly megszerzett pozíciónkat próbáljuk megtartani. Igazából ez az 5. vagy 6. hely, e között túl nagy különbség nincs, de azért azt látni kell, hogy a Egernek rutinosabb játékos állománya van. Mi azért egy sokkal fiatalabb csapat vagyunk, illetve itt az év második felében elég komoly sérülésbetegség hullám viselt meg bennünket, és így igazából teljesen reális eredmény született. Azért decemberben Sopronban, ugye a Magyar Kupa 4-es döntőjén elég komoly erőfeszítésre kényszerítettük az Egert,
Azon a mérkőzésen azért nehezen tettem túl magam, mert a mi kezünkben volt az a mérkőzés. Igazából rutintalanságunknak mondható be az, hogy nem mi jutottunk be a Magyar Kupa döntőjébe, de így is egy nagyon szép eredmény. Én összességében elégedett vagyok, mert meg kell nézni az összeállítást. Gyakorlatilag a kezdőn kívül mindenki utánpótláskorú, és nem hogy ifik, hanem inkább serdülés. Ugye a gyerekcsapatból azok, akik tavaly szerepeltek a Szentesi EB-n már felnőtt csapatban is kaptak szerepet, sőt gólt is lőttek. Én úgy gondolom, hogy jó irányban halad, úgymond a női szakosztály. Ugye ez a kérdésem a vezetőedzőhöz is, hogy milyen elvárások voltak. Azért az elmúlt évben ugye 4 csapat kiemelkedett, és ez most is elmondható. Bár a BVSC most egy kicsit leszakadt úgymond az első 3-ról itt a bajnokságban, reális volt-e itt az 5. helyért való harc ebben az évben is? Hát mindig nehéz célokat megfogalmazni. A elnök úr, a Tamással szoktunk beszélni, és nem is nagyon szeretek így idő előtt célokat kitűzni, mert mindig meg kell várni, hogy a többiek hogy erősítenek. Ugyebár bármikor jöhet egy ilyen sérülés, betegség hullám, nagyon-nagyon kiszámíthatatlan egy szezon. De én úgy gondolom, hogy azért azt is, tehát meg kell nézni, hogy a tavalyi csapatból az elment 3-4 meghatározó játékos a kezdő csapatból próbáltuk pótolni. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez képest a bajnokságban úgymond volt egy pici visszaesés, egy helyezés, de cserébe jött a kupa bronz. Tavaly volt egy ifi kupa arany és egy ifi bajnoki arany. Tehát én úgy gondolom, hogy idén is hoztunk érmet, abban a utánpótlásban még mindig van esélyünk szerezni érmet. Rengeteg fiatalt tudok beépíteni, kell beépíteni. Én úgy gondolom, hogy így összességében én is maximálisan elégedett vagyok. Nyilván lehetett volna egy picivel jobb, de lehetett volna rosszabb is, teljesen reális ez a 6. helyezés. Igen, ahogy Márk is említette, ugye voltak távozók, ugye mi az előző szezont végigkövettük itt a tévével. Mackó Lilla ugye a Dunai Városba távozott, a meghatározási számú kapus volt az előző idényben, és hát ugye Dömsödi Dalma pedig a Ferencvárosban folytatta a pályafutását, viszont ugye Hevesi Anita visszatért erre a szezonra, hogy látta a játékos keretet az elnök. Hát úgy gondolom, hogy ugye Mackó Lilla csak ugye egy évig volt nálunk, ugye Dalma ugye szentesi születésű, szentesi nevelésű játékos, hogy ő már fiatalkora ellenére azért meghatározó volt tavaly is a felnőtt csapatban. Én úgy gondolom, hogy ez a mi klubunknak egy nagyon nagy érvágás, hogy ő eligazolt, még ugye egy éve utánpótlásban lehetett volna. Másképp alakulhatott volna, mert ugye akkor center pozícióra nem külföldi játékost hozunk, hanem esetleg az a külföldi lövő pozícióba vagy, tehát egy kicsit a góllövéssel hadiában álltunk. Én úgy gondolom, hogy előrébb végezhettünk volna, de ugye nincsen ha. Úgy gondolom, hogy az nagyon nagy dolog, hogy az ő távozását elbírta ez az egyesület, de hogyha esetleg még visszálapozunk, azért vannak olyan fiatalok, akik elmentek, akár a Kudella Pannára, vagy a Mácsai Eszterre gondolok, és ezeket mi mind úgymond túléltük. Nincs pótolhatatlan játékos. Úgy gondolom, hogy van olyan utánpótlás bázisunk, hogy akik jönnek utánuk, azok mind pótolni tudja. Esetleg akik eltávoznak tőlünk. Én úgy gondolom, hogy amit Márko is mondott, hogy azért kicsit gyengébb volt ez a játékos keret, mint a tavalyi. Rutintalabbak voltunk, de mégis úgymond tudtunk tartani egy szintet, ami nagy dolog. Hevesi Anitával ugye voltatok bent itt nálunk a stúdióban még a szezon előtt, ahol azt mondtad, vagy azt mondtátok, hogy ugye Anitának inkább olyan szerepe lesz, mint egy ilyen játékos edző, akár vagy egy meghosszabbított kezed a medencében. Mennyire tudtátok ezt kamatoztatni ebben az évben? Mit tudott ő segíteni a rutinjával a fiataloknak? Ugye itt előttem van például a játékos keret, és hát itt 2007-es, 2006-os születésű játékosok is voltak, vagy ugrottak idén medencében. Mit tudott ő nekik nyújtani, hogy láttad a Anitának a szezonját? Az Anitára kitérő, természetesen az ő rutinja nagyon-nagyon kellett nekünk. A vízben
A teljesítményével természetesen center poszton hozta a kiállításokat, amit tőle elvárható, és gólokkal is hozzá tudott járulni. A fiatal játékosoknak, mint mentor tudott segíteni, főleg a center poszton játszókkal tudott foglalkozni, nekem is tudott segíteni mindenféle téren, és hát az a nyugalom, ami belőle árad, az azért ráragad sokszor a csapatra, és ez nagyon-nagyon fontos momentumokon át tudunk minket segíteni, de itt kiemelhetném a Kövér Kisrékát, a Varga Vikit, tehát az idősebbek úgymond tényleg próbálták a fiatalokat pátyolgatni, terelgetni, kellett is sokszor, de így összességében tényleg összevonva az egészet, a fiatalok idősek aránya nagyon, nagyon jó volt, mindenki hozzá tudott tenni valamit. Azt a tendenciát azért tarthatjuk, hogy a gyengébb csapatokat azért sikerült megverni a Szentesnek. Tehát a kötelező győzelmeket tudta hozni a Szentes csapat, és azért ez talán az egyik legfontosabb egy bajnokságban, hogy a kötelező, úgymond a nehezebb győzelmeket tudta hozni a Szentes az idei évben. Igen, így ahogy előbb is mondtam már, egy kicsit ugye a játékos keretünk ereje egy kicsit gyengébb lett, azért ugye a hátsó régióba tartozó csapatokhoz játékban, ugye a fiatalságunk miatt közelebb kerültünk, de ugye a Győr, Tatabányát, harmadik kerületet ugye oda-vissza megvehettük, így azért a riválisokkal, itt főleg ugye a Szegedre gondolok, ugye előnybe kerültünk, mert ő azért megbotlott a Győr ellen is, illetve a harmadik kerület ellen is. Én úgy gondolom, hogy utánpótlás nevelésben van köztünk különbség, és ez bizonyítja a mi hatodik helyünk. A bajnokságot pedig jól kezdte a Szentes csapat, és ha jól emlékszem, akkor 2 vagy 3 győzelemmel kezdett a Szentes. Utána jöttek ugye az UVS-e, a Fradi, a Dunajváros elleni mérkőzések. Hogy láttad már a csapatnak az egész szezonját, úgymond. Tehát igaz ez, hogy a kötelező győzelmeket sikerült behúzni, és ez jelentette azt, hogy el tudtatok lépni itt az alsó négy csapattól. Igen, ahogy megtörtént a sorsolás, láttuk, hogy az elejére nagyon oda kell figyelni, próbáltuk odaidőzíteni úgymond a formát, ez úgy érzem sikerült. Utána jöttek azok a mérkőzések, ahol úgymond nem rólunk szólt, lehetett gyakorlásként felfogni nagyon jó csapatok ellen, átesni azokon a dolgokon, amiken muszáj. És utána a másik körben is muszáj volt súlyozni a mérkőzéseket, és tényleg, ahogy a Tamás is említette, ezek a kötelező mérkőzésekhez azért nem volt egyszerű. Győrbe elmentünk, és egy nagyon, nagyon kielezett mérkőzésen a végén tudtunk nyerni. Egy góllal Tatabányán mindig nehéz győzni, akár ott, akár itt. Azért a jó csapatokról beszélünk. A Szeged idejött, ugyebár koronavírus sújtott a csapattal, azt simán tudtuk hozni. Utána elmentünk Szegedre, és ott viszont kikaptunk, az a fájó pont volt nekem, az a mérkőzés. Ott már úgymond olyan tétje nem volt, de azért ott többet vártam a csapattól. Nyilván voltak jó meccsek, voltak rosszabb meccsek, de úgy összességében tudtunk hozni egy stabil átlagot. Én úgy gondolom, a csúcs az a soproni Eger mérkőzés volt, ahol tényleg egy nagyon-nagyon jó játékot tudtunk produkálni. Sajnos a vége az nem sikerült. Meg kell tanulni ennek a csapatnak is végletekig koncentrálni, meccsben maradni és megtanulni, győzni. Ebbe tudnánk még előrelépni. Tamás is említett, hogy bár nekünk utánpótlás nevelés a cél, és amit említettem az interjúban és az utolsó meccs után, hogy építkezni kell folyamatosan. Ez egy nehéz, ez egy hálás feladat, ezzel szembe kell nézni. Éppen az adatokat nézem, itt a bajnokság végén 18 mérkőzéses volt a bajnokság, 166 gólt tudott szerezni a Szentes csapat, és a legeredményesebb játékosunk, nem biztos, hogy jól mondom a nevét, azért elnézést, Dankina Viktória, hogyha úgy egy új játékos, hogyha jól sejtem, 20 meccsen 26 gólt tudott dönni, tehát ő volt a legeredményesebb játékos, és ugye 166 gól, ez jelezheti azt, amit előbb is említettél, hogy a góllövéssel vannak talán a nagy problémák. Viktória egy kölcsönjátékos volt ebbe a szezonban. Oroszországi Egyesülete adta nekünk kölcsön ebbe az évben. Hát sajnos, hogy visszarendelték, úgyhogy a következő szezonban már nem áll a rendelkezésünkre. Úgy gondolom, hogy ő is mérkőzésre nyújtott egyre jobb formát, és itt azért itt inkább a 22-es évben tett hozzá elég sokat a csapathoz.
Én úgy gondolom, hogy nem arról szól a vízilabda, hogy ki lövi a legtöbb gólt, hanem ugye csapatként kell jól játszanunk, illetve hát a taktikától függ ez, hogyha mondjuk csak 150 gólt kaptunk volna, ugye akkor 166 az jónak mondható, de ezek azért a fizikális különbségek, amik vannak az első négy csapat, illetve köztünk, ez hozta ezt ki. Hiszen az 8 mérkőzés, a 8 mérkőzésen viszonylag kevesebb gólt dobsz, akkor ugye nem tudod már átlagba ezt fölhozni, de úgymond ez a mi esetleg gyengébb képességünk, hogy nem dobtunk annyi gólt. Tamástól a góllövést kérdeztem, Márktól pedig azt kérdezem, hogy a kapus poszton mennyire volt megelégedve Füsti Molnár Jankával, ugye Mackó Lila első számú kapus volt az előző idényben, és hát Füsti Molnár Janka 40%-os hatékonyságot tudott elérni itt az egész szezonban összességében, és minden egyes olyan adatban, kiállításoknál, a védések, büntető dobások védésénél azért ott volt az első, a top 10-ben a kapusok közt. Mennyire volt megelégedve Jankának a teljesítményével? Hát ezt úgy kell figyelni, ezt a kapus kérdést. Ugye ketten indultak el a történetbe, az Aranyi Rékával és a Janka ketten voltak kapusok. A Réka sajnos időközben kivált a játékból, így maradt Janka egyedül. Edzéseken ugye bár egyedül kellett védenie, nagyon le volt terhelve. De összességében nyilván neki is voltak jó, voltak kevésbé jó meccsei. Egy fiatal játékosról beszélünk, rengeteg fejlődés van még benne, potenciál. Ehhez ő is kell majd, személy szerint, de egy nagyon jó hozzáállású játékosról beszélünk. A teljesítménye nagyon szubjektív, ugyebár a statisztikák néha hazudnak. Tehát volt, amikor rengeteg gólt kapott, de hát ezt ugyebár sokszor kiszolgáltatott helyzetből. Tehát amikor 1-0-ba ráviszik Zicserbe, azt nehéz védenie. Amit várnék mindig is a kapusoktól, nem csak tőle személy szerint, akár utánpótlás, vagy bármelyik kapustól, hogy ezt a stabil átlagot, tehát a bravúr az egy extra. Tehát az 5 méteres védeni, én nem azt várom el, én inkább ezeket a távoli lövések, azok a helyzetek, amiket szeretnénk, hogy onnan jönjenek a lövések, azokat stabilabban hozni, ebben még neki is kell fejlődnie, de jó úton halad. Véget ért az alapszakasz, utána pedig jött a két rájátszás mérkőzés, és hát a már jól ismert Eger csapata ellen játszotta, ugyebár az ötödik helyért a Szentes csapata a rájátszás mérkőzéseket. Az első meccset 10-8-ra vesztettük el idegenben, a másodikat pedig 13-10-re itthon. Mi dönthetett a két csapat közt? Ugyebár nagyon jól ismerte egymást a két csapat, sokszor játszottak már egymás ellen a bajnokságban, a kupában is, tehát újat nem tudtak már mutatni egymásnak. Igazából a játékosok átlag életkorát mondom azt, hogy az döntött el ezt a mérkőzést már a mérkőzés előtt, hisz azért mi itt már gyerek és eldülő korú játékosokkal álltunk föl, mert az utolsó alapszakasz utolsó mérkőzésen ugye a Kövér Kis Rékának is eltört az ujja, tehát ő sem állt már a rendelkezésünkre. Tehát igazából mi felszabadultan játszhattunk, mert még igazából csak nyerhettünk, de igazából ez döntötte el a párharcot. Tehát az első mérkőzés elején ugye a fiatalos rendület vitt előre bennünket, de azért a végére felőröltek bennünket, tehát fizikálisan erősebb volt a Eger. Vezetőedző, hogy látta ezt a két rájátszás mérkőzést? Szerdán voltunk a Degerbe, nagyon-nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Tehát 3-0-ra vezettünk, 7 perc, 40 másodperc is, ott a végén kaptunk egy elkerülhető gólt, és úgy lett 3-1 az első negyed, ott tényleg egy nagyon érett, összeszedett játékot mutatott a csapat. Janka nagyon jól védett, a védelem nagyon jól muzsikált, és utána, ahogy telt a mérkőzést, nyilván jöttek elő azok a hibák, amik mindig is jellemeztek bennünket, azok a rosszul visszazárások, egy-két olyan elkerülhető gólt kaptunk, amivel az Eger jött föl, mi pedig kezdtünk egy picit elbizonytalanodni, de abszolút egy vállalható mérkőzés volt. A hazai mérkőzés az egy sok gólos mérkőzés volt, hogy mutatja az eredmény, ott a védekezés az valahogy nem állt össze, nem voltak ott a blokkok, a kapus teljesítmény se volt már olyan jó. Az Egerrel jó meccseket játszottunk, van egy kis hiányérzet bennem is, hogy a csapattal azt próbáltuk, hogy tényleg legalább egyszer megverni az Egert ebbe az évbe. Nem sikerült, Sopronba se közel voltunk. Tanulni kell ezekből a mérkőzésekből, és megpróbálni jövőre.
Márko jelen nyilatkozta az utolsó mérkőzés után, hogy ugye két játékos visszavonul itt az idény végén, ugye Tóth Csenge és Aranyi Réka vissza fognak vonulni. Egy pár szóban mit kell tudni az ő döntésükről? Igazából sajnos a bajnokság közben is már azért érzékelhető volt, hogy nem tudnak a csapat rendelkezésére állni. Ezek egyéb indokok. Sajnos nem tudják folytatni a pályafutásukat. Tóth Csenge jelentkezett edzői képzésre főiskolára, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a Szentesi Vízilabda Klub kötelékében marad. Aranyi Réka pedig a jogi egyetemet fogja befejezni Budapesten, nappali tagozaton, úgyhogy ő pedig arra koncentrál. Április van, véget ért a bajnoki szezon. Mik most a következő teendők a női csapatnál? Nyilván ugye kis szabadságot adtál, gondolom, a játékosoknak, hiszen azért nagyon messze van még az új szezonnak a kezdete. Igen, ez mindig nehéz ilyenkor, hogy nagyon hamar fejeződik be egy bajnokság. Igen, ez a magyar bajnokság sajátosság, hogy ilyen hamar véget ér egy ilyen első osztály bajnokság. Én úgy érzem, ez nem jó, de ez nem az én dolgom eldönteni. A hét az ilyen felemás volt, adtam is pihenőt, ma most innen megyek ledzést tartani. Itt van egy nagyon jó, erős izraeli leánycsapat, játszunk velük ma is, holnap este is. Jövő héten folytatódnak az edzések, jövő héten elmegyünk Kassára, ott fogunk locsolkodni, a húsvét ott fog bennünket érni. Ott 6 mérkőzést fogunk játszani 3 nap alatt, és párhuzamosan nyilván készülünk a utánpótlás rájátszásra, vasárnaponként megy az utánpótlás tovább, tehát azért van még teendő bőven. Én úgy tervezem, hogy azért május vége, sőt június elejéig edzésbe tartani a lányokat, levezetés, ahogy illik, és utána kapnak egy hosszabb pihenőt. Elnök úr a beszélgetés elején említette, hogy eredményesnek, sikeresnek tartja ezt a szezont. A következő szezonra lehet-e már úgy tekinteni, hogy erősítések szempontjából, hiszen azért két visszavonuló játékos is van, vagy inkább ugyanúgy az utánpótlásból merítkezik majd a következő szezonra is a csapat? Hát messze van még az új szezonnak. Ez is után. Tehát a nálunk lévő fiatal játékosoknak fogunk szerepet adni, de azért nem lehet csak fiatal játékossal nekivágni a következő bajnok idénynek. Amint már említettem, ugye Orosz Viktória, Dankina Viktória ugye hazatér, illetve a holland centerünk is hazatér Hollandiába. Helyettük mindenféleképpen két idegen légiót szeretnénk igazolni, illetve Kolarova Tamara a BVSC-ben fogja folytatni a pályafutását. Úgyhogy tehát mi is folynak még a tárgyalások, mi szeretnénk még egy-két magyar játékossal megerősíteni ezt a csapatot, hogy stabilizálni tudjuk itt a helyünket. Jövőre is tartató lesz ez az ötödik helyért folytatott harc, vagy azért egy vezetőedző mindig ugye feljebb és feljebb szeretne jutni a ranglétrán? Hát nyilván sportemberek vagyunk, tehát mindig szeretnénk minél többet nyerni és előrébb végezni. De ahogy említettem az elején, még nagyon messze van itt az átigazolásnak a vége, meg kell várni ki, hogy alakul, az egy Győr, mint egyetemi város, egy Szeged, szintén egyetemi városként ki tudod a csábítani. Tatabánya, mindig egy stabil pont a vízilabdába. Meglátjuk, hogy mi is hogy tudunk mi magunk erősödni, együtt maradni, és utána munka. Hosszú lesz a szezon, a jövő szezon is biztos, hogy benne nem tudjuk, mikor kezdődik, milyen lebonyolítás lesz. Még ráérünk úgy gondolom tervezni, de nyilván azért a cél az lenne, hogy azért ezt a helyet megtartani. Matajsz Márknak és Bújdosó Tamásnak szeretném még egyszer megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunkat. Gratulálok ez a 6. helyhez a csapatnak, mindenféleképpen nagy eredmény egy ilyen szoros bajnokságban egy 6. helyet elérni. Köszönöm szépen és további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ezzel a sportmagazinunk végére értünk. Amennyiben tetszett az adásunk, akkor tartsanak velünk egy hét múlva kedden is, amikor újra sportos témákkal várjuk Önöket. Legközelebb új adással pedig szerdán jelentkezünk 17 órától, akkor a Paletta várja Önöket. Keressenek ránk bátran a Facebook, valamint a YouTube csatornánkon is. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot és szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!